Sziasztok! Egy újabb vlogban. Itt vagyunk Bécsben, mint ugye az előző videóban már láttátok. Úgyhogy mehet is a reggeli készülődés, aztán le fogunk menni, és egy ilyen kis boltban veszünk parkolójegyet a kocsihoz, mert 9 órától majd lejár a parkolás, vagy hát nem lesz már ingyenes a parkolás. Aztán nézzünk valami kis reggelit a villában. Elmegyünk hát kitaláljuk a mai programot, igen. Bár most esett az eső reggel, úgyhogy lehet. Végül lesz múzeumozás. Jó, igen. Ja, meg nagyon vicces volt, megfelkeltem 6.30-kor. Most látom, hogy nagy sztorizásom van. Persze, kiraktam a vlogmest. Hattam a sztorikát, visszaadtam. Az óra megnyerte a sminkverseny. Igen, ezt befejezem aztán. Teljesen ilyen old school rendszer, vagy hát nekünk nincs applikációnk, szóval kellett venni az ilyen dohányboltban parkolókártyát, beölni az évet, napot, órát, mindent, és hogy 2 órát maradunk. Reggeliztünk meg, fotóztunk meg, pár munkánkat elvégeztük még így a délelőtt folyamán, úgyhogy ezért kellett több parkolási idő az autóra, viszont most indulunk is ismét, az óra után amilyen az utcaival. Kis hol villában vettem ilyen karácsonyi mannert a barátomnak majd karácsonyra, vagy hát utána találkozunk, de majd kiviszem hozzá, mert imádja a mannert, és ráadásul amúgy ez vegán, mert étcsok is. Aztán vettem ilyen tavaszi tekercset, meg ilyen vegán sajt szószt. Erre nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Meg ezt is nagyon szeretem amúgy, ez a wakame. Imádom az ilyen ázsiai étteremekben is az ízét. Meg ez a kedvenc protein szeretem, amit otthon nem árulnak. Szóval ebből is hoztam most 2. Hát ez szerintem a legmenőbb second hand volt, amit életemben láttam. Síeléshez minden van, bankó, szabad bicikli, tehát hogy mindent meg lehet itt találni, de még kórházi ágyat is. Itt rengeteg ruha is van, és találtam egy ilyen, nem tudom mennyire látod, ide sötétbarna bőrkabát. Most a nagy pulcsi miatt tűnik amúgy olyan meg, hogy ilyen nagyon nagy a válla, de lehet, hogy megnézem pulcsi nélkül is, mert amúgy nagyon jó állapotban van, és nagyon-nagyon tetszik. Igen. Csak hogy nézd, milyen menők a tejek. És ez ráadásul ilyen csáj. Na hát, amint látjátok, az idő az nem éppen a legjobb ma. Havazással kezdődött, de most már ez inkább eső, meg egy ponton jégeső is volt. Benéztünk egy-két üzletbe, onnan nem vlogoltam, mert igazából úgy sem vettem semmit, szóval nem volt olyan érdekes. Most a Five Guys felé veszük az irányt, mert ilyen csípős krumplit akarunk ott ebédelni. Jó, akkor ezt a tervet most töröltük. Pandorfból, úgyhogy nézzük, hogy milyen üzletekbe is megyünk be, vagy hogy milyen üzletek is vannak.
Na, hazaértünk, szerintem látszik a fejemben, hogy mennyire fáradt vagyok. Mostan egyébként 9 óra, és még gyorsan meg akartam mutogatni, hogy végül mikkel tértem haza Bécsből, mert hát ez valakinek érdekes lehet. Aztán pedig lezuhanyzom, és valószínűleg csak olvasom a könyvemet, és abba fogok majd belealudni, meg holnap is korán kelek egy fotózás miatt. Viszont hoztam egy bögrét ugye a vásárból. Ennek 5 euró az értéke, de nem váltottam vissza, hanem a barátomnak fogom adni majd, mert mondhatni gyűjti őket, meg odáig van a kis karácsonyi bögrékért. A villából úgy nagyjából megmutogattam ugye, hogy miket hoztam, úgyhogy azokat már nem ismétlem el. Azt hiszem, hogy még ezt kihagytam, hogy vettem vegán rittersportot, mert nem sokszor eszem csak itt, mert valahogy nem vagyok édes szájú, hanem én mindig az ilyen sós, meg csípős snackeket eszem, de a rittersportnak a vegán verziója amúgy nagyon jó. Az egyik vintage boltban, az még talán a tegnapi vlogban volt, igen, fölpróbáltam egy ilyen zöld szettet, és ezt meg is vettem, mert annyira nagyon-nagyon tetszett. Nem tudom, hogy így a kamerán keresztül, meg így ezekben a fényekben mennyire tűnik tényleg ilyen szép zöldnek, de ez inkább ilyen kicsit talán sötétebb zöld, teljes mértékben elegáns szett, szóval maga így az anyaga, meg felvéve nekem nagyon-nagyon úgy tűnt. De ugye külön-külön is tudom nyilván hordani a darabokat, és alig várom, hogy kitaláljam, hogy mivel, hogyan kombinálom. Úgyhogy nagyon izgi, hogy erre egy random second hand boltban rábukkantam. Egy másik dolog pedig, amit ma a Carla boltban próbáltam, az a barna bőrjacki volt, ami jött is velem haza, viszont lemaradt véletlenül a kocsiban, úgyhogy most nem tudom nektek megmutatni. Végül Pandorfban én egy dolgot vettem, meg Zúrával ketten vettünk együtt egy ajándékot a menedzserünknek karácsonyra, ami egyébként egy pénztárca, de nem tudná, Zúránál van, úgyhogy nem is tudnám megmutatni, meg nem is akarnám megmutatni így előre az ajándékot, de a lényeg, hogy nagyon szuper. Én pedig, amit magamnak vettem Pandorfban, az a Dyson boltban egy ilyen utazó táska a Dyson készülékemnek, amit majd az egyik videóban megmutatok, hogy nekem milyen van és hogyan használom, mert általában azzal szoktam a hajamat beszárítani azóta, hogy így levágattam. A készülékemhez nekem nem járt ilyen utazó táska, és belepróbáltam a necessaryeimbe, de értelemszerűen nem fér bele semmibe, úgyhogy nem csak utazásokhoz, hanem amúgy is, hogyha bármikor, bárhová, akár csak egy fotózásra, vagy a stúdió, vagy bárhová vinném a Dyson-omat, akkor arra gondoltam, hogy ez a tok annyira nagyon praktikus lesz. Ilyen kis szimbólumok mutatják, hogy melyik részét a készüléknek melyik zsebbe kell beletenni, szóval 3 különálló részből áll ez a tok, és akkor utána szépen be lehet hajtani, meg összecsukni, és amúgy nagyon puha, és tök jól fogja védeni igazából bárhol a Dyson-omat, és ahogy online nézegettem, mindenhol már elfogyott, meg nem lehetett rendelni, úgyhogy nagyon örültem, hogy a boltban ezt így személyesen meg tudtam vásárolni. Úgyhogy ez volt az egyedül, amit vettem, mert más dolog meg nem tetszett, meg nem tudtam kitalálni, hogy mi legyen. Úgyhogy elégedett vagyok igazából ezekkel. Minden utazásnál úgyis csak a barátomnak vásárolok dolgokat, szóval elégedett vagyok azokkal a dolgokkal, amikkel hazajöttem. Úgy döntöttem, hogy majd holnap fogom megmosni a hajamat. Jaj. Szóval holnap fogom megmosni a hajamat, és ilyenkor nagyon-nagyon szeretem még a kis ápoló olajomat rárakni este. Ezt a DM-ben vettem, Inecto Naturals a neve ennek a terméknek, de amúgy nem tudom, olyat kerestem, amiben argánolaj van, mert azt tudom, hogy mennyire jót tesz a hajnak, növeszti is, meg ápolja, és nagyon-nagyon szeretem én is, amikor ilyen jó olajos, mármint így mielőtt megmosnám. Egyébként ezt az olajat csak a hajmosás előtt szoktam használni, hogyha este mosom meg a hajamat, akkor csak egy órára hagyom fent, hogyha pedig másnap reggel, akkor ugye egész éjszakára bekenem bele így a hajamat, és fontos, hogy amúgy a fejbőrömet nem, hanem csak így a hajamnak az alsó részét. Na, úgyhogy ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk holnap, én pedig most megyek és kipihenem magam. Sziasztok!